Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Ma csökken a csapadék kialakulásának a valószínűsége, vagyis valamivel szárazabb vagy kevésbé nedves levegő alakítja időjárásunkat. Elsősorban az ország keleti, északkeleti felén előfordulhat elszórtan záporeső zivatar, de az ország nagy részén az erőteljes komoly felhő képződés mellett több órás napsütés ígérkezik. A nyugati, északnyugati szél erős lesz, az egyes zivatarok környezetében is erős széllökésekre készülhetünk, és a legmagasabb hőmérséklet még 19-24 fok között alakul. A következő napokban azonban inkább 20 fok alatti csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken egy újabb hidegfront éri el térségünket, és elsősorban a nap első felében többfelé várható további csapadék. A hétvégén kevesebb helyen alakul ki zápor, zivatar, de május első napjaiban is folytatódik a záporos, zivataros időjárás, a változékonyság tehát megmarad. Kellemes napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!